A hagyományokhoz híven idén is megemlékezett Szerencs városa az 1605. április 17-e és 20-a között megtartott fejedelemválasztó országgyűlés évfordulójáról április 20-án. A település önkormányzata ebből az alkalomból sokszínű programokkal kedveskedett a helyieknek. Szerencs életében április 20-a különleges nap, hiszen 411 évvel ezelőtt itt tartották azt az országgyűlést, ahol Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választották, aki kiváltságos mezőváros státuszt adományozott a településnek. A tradícióknak megfelelően ebből az alkalomból az ünneplők zászlóvivők felvezetésével vonultak a Kossuth térre, ahol az önkormányzatok, a testvérvárosok és az intézmények képviselői helyezték el Bocskai István bronzszobránál az emlékezés virágait. A koszorúzás után a megjelentek a református templomba vonultak, ahol Gál András, a katolikus gimnázium igazgatója mondott ünnepi beszédet. A szónok kiemelte azt a napot, amikor a Bocskai István Gimnázium nevelőtestülete tanulói a Bocskai Társasággal közösen először hajtottak fejet az oktatási intézmény névadója előtt. Az eseményből időközben városnap lett. A középiskola igazgatója méltatta Erdély és Magyarország egykori fejedelmének munkásságát, amely bizonyítékul szolgál arra, hogy a nehéz időszakokban is van remény. Ezt követően Balázs Pál lelkész tekintett vissza a múltba, aki hangsúlyozta, hogy a fejedelem minden cselekedetében az ország érdekeit tartotta szem előtt. A református lelkész a népét egyesítő vezető tetteit idézte fel, aki a bécsi békével kivívta a nemzeti és vallási szabadságot. Az ünnepi gondolatok után a Bocskai István katolikus gimnázium diákjai verssel és énekkel emlékeztek meg Bocskai István jeles alakjáról. A program Szerencsváros önkormányzat képviselő testületének ünnepi ülésével folytatódott a Rákóczi várban. Az eseményen a település testvérvárosai, Malhin, Hesperanzs, Nyárádszereda, Rozsnyó és Podgora küldöttségei is részt vettek. A himnusz éneklés után Koncz Ferenc Szerencs polgármestere emlékeztetett arra, hogy 19 esztendeje annak, hogy megünneplik a városnapját. A polgármester többek között arról is szólt, hogy fontos feladatuk az, hogy megállítsák a település népességfogyását, a fiatalok elvándorlását, hiszen Szerencs élni akar, azonban ehhez szükség van a kormány segítségére és munkahelyekre. Az is elhangzott, hogy a vezetés teendői között kiemelt helyen szerepel a helyiek támogatása, letelepedési lehetőség nyújtása a fiataloknak. Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára örömét fejezte ki, hogy részt vehet ezen az ünnepi alkalmon. Az államtitkár felhívta a figyelmet a nagy népesség csökkenésre, amelynek megoldására a kormánynak és az önkormányzatnak összefogva kell segítséget nyújtania a fiatal pároknak. Különböző programokkal lehetőséget kell biztosítani az ifjú házasoknak az otthonteremtésre és a gyermekvállalásra, amelynek a biztos jövedelem és a munkahely lehet az alapja. A képviselőtestület ünnepi ülésén adták át a helyi kitüntetéseket. Próurbe Szerencs elismerésben Boros István és Lukács Bertalan részesült. A város közszolgálatáért Fancsalszki Gabriella, Halász Tiborné, Kovács Iván és Oroszné Stumpf Éva vett át kitüntetést Koncz Ferenctől és Barva Attillától. A Borsodabói Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara küldött gyűlésének Herman Lajos kamarai díj Szerencs elismerését a helyi székhelyű Minerva Soft Kft. Kapta meg. A díjat az egyik alapító, Kun Szabolcs édesapja vette át a Borsodabói Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara titkárától, Dudás Tibornétól. A kitüntetettek nevében Boros István mondott köszönetet az önkormányzatnak az elismerésért.